A helyhez kötöttség korlátot szab a növények elterjedésének is. Ezt a növények úgy hidalják át, hogy olyan szaporító képleteket, mint spóra vagy mag, fejlesztenek, melyek az anyanövénytől különböző élő vagy élettelen közvetítőknek köszönhetően távolra kerülve lehetővé teszik újabb területek meghódítását. A helyhez kötöttség miatt a növények szaporodása is gyakran közvetítőkhöz, mint szél, víz vagy állatok kötött. Ezt elősegítendő a magasabb rendű növények egy speciális szaporító hajtást, virágot fejlesztenek. Számos kutatás bizonyítani látszik a növények és az emberek közti hasonlóságokat anélkül, hogy a túlzott antropomorfizáció, vagyis emberi tulajdonságokkal való felruházás kelepcéjébe esne. Kiderült többek között, hogy a növények képesek megosztani egymás között a táplálékot, felismerik a rokonaikat, csattogó hangok kiadásával tudnak kommunikálni egymással, számolnak és azt is érzik, ha megérinted őket. De egy csomó olyan dolgot is tudnak, amire mi nem vagyunk képesek. Például képesek egy olyan szuperorganizmussá klónozni magukat, hogy teljesen azonos genetikájú egyedeik egy 1000 holdnyi, azaz mintegy 4047 négyzetkilométer nagyságú földterületet foglaljanak el. Az önvédelemben is nagy újítóknak számítanak, hiszen a kukorica a darasakat is be tudja vonzani, hogy megóvja magát a hernyók okozta kártól. Azt hiszem, hogy kicsit erős az a kép, amikor itt a Robi elrögte magát, hogy a növények és az emberek hasonlóak, de hát az olyan, ha a másik irányból nézed, akkor nem rögsz, nekem nem az jutott eszembe, hogy a növényeket emberi tulajdonságokkal ruháznam fel, hanem ugye az embereknek a növényi tulajdonságait firtassam, hát ami viszont elég jogos. Az embereknek vannak növényi tulajdonságaik, anélkül is, hogy le akarnánk szólni őket, hiszen nő a hajuk, hiszen nő a körmük, hiszen van vegetatív idegrendszer. Ízlelgessük egy kicsit ezt a szót, vegetatív idegrendszerük. A lényeg az, hogy az embernek van egy legbelső, legmélyebb rétege, sőt, még ott már elméletileg nem is a legbelső, annál is van, de ez már vallás kérdése, ugye az a kő, vagy az anyagi, a pusztán anyagi sík, ahol kő, víz, levegő, a három nagy halmaz állapot. És akkor azon túllépve elérkezünk a növényi réteghez. Hát ott nő a körmöd, a hajad, a vegetatív idegrendszered működik, öntudatlanul a belső gyárak üzemelnek, anélkül, hogy arról tud. Akkor jön a következő szint, az állati szint. Itt már éhes vagy, zabálni kell, itt már kanos vagy, közösülni kell. Ott állat vagy, és nem ember, de nem, már nem növény, de még nem ember. És aztán erre rétegződik rá a legvégső szint, ahol ember vagy, ahol tudatod van, ahol fogalmi kategóriáid vannak, ahol már bűntudatot tudsz érezni, ahol érzelmeid vannak más emberek vagy más növények, más állatok iránt. És akkor amikor itt elhangzik, hogy számos kutatás bizonyítani látszik a növények és az emberek közti hasonlóságokat, hát nem érzem túl tudományosnak ezt a véleményt, vagy ezt az állítást. Miért nem a növények és az állatok közti tulajdonságokat? Hát az ember az amúgy egy állat. Egy olyan állatfaj, amelyik, hát most az értelmezhető úgy, hogy kilépett az állatvilágból, de hogy az biztos, hogy az állatvilágból lépett ki, nem a növényvilágból. Amikor azt mondjuk, hogy a növények és a, hát akkor mondjuk azt, hogy az élőlényeknek vannak közös tulajdonságaik, amikben az állatok és a növények hasonlóak. De mi idehozni a növényekhez az embert? És szót nem ejteni arról, hogy hát az állatokhoz való hasonlóságról beszélünk ilyenkor, nem az emberhez való hasonlóságról. Hát ez nem, szóval nem érzem igazán tudomány, inkább az ismeretterjesztést is alulról súrolónak. Én azt akarom itt boncolgatni, hogy ahogy a törzsfejlődés előre halad az évmilliókon keresztül, úgy válik egyé az utód az őt létrehozó, hogy mondjam, forrással. Tehát teszem azt a, nem tudom, ketté osztódik egy sejtű, és utána ők nem maradnak együtt, hogy hát mi tesók vagyunk. Nyilván képességeiknek megfelelően valószínűleg ugyanabban a másik organizmusban élik le a megfelelő hosszúságú életüket, vagy tudod, nem kerülnek túl messze. De hogy milyen kalandos útra indul el az ivarsejt, vagy az a mag, a különböző élőlényektől, míg létrehoz egy ugyanolyan életet. Mennyire különböző az, amikor a
rovarok, tudod, lepetéznek, amikor a halak ikrákat raknak, amikor a fáknak a különböző virágai, meg ilyen magházai, meg ilyen trükkös megoldásai, tudod, ami így száll a szélben, eljut elég messzire attól a fától, mert az a fa, ami őt szülte, tulajdonképpen ami szempontunkból az ő anyjának számít, az addig volt vele gondoskodó, amíg össze voltak nőve. És aztán szépen lassan, tudod még, aki a tojásrakók az egy ilyen mindkét csapatban játszó kategória, mert van, amelyik kikölti azokat a tojásokat a saját testmelegével, és utána így terelgeti a kis utódait, de van az, amelyik leteszi azt a tojást valahová, és ő oda már többet nem megy vissza. Az van, hogy az, amelyik leteszi azt a tojást oda, és oda már többet nem megy vissza, az a hüllőkhöz áll közel, igen, amelyiknek a tojását a nap kelti ki, amelyik meg gondozza, kikölti, utána eteti eleve a fiókáját. Eleve kikölteni az ugye a... úgy, hogy nincs meleg tested, mert hideg vér de, vagy. De a mamon, az is egy... De, igen, de a madárnak van, a madárnak van. A hüllő nem tudja, kikölteni. Ő annyit tehet, a legtöbb, amit tehet, az az, hogy napra is nem az árnyékba rakja a tojását. Az, amelyik meg tudod, kikölti a testmelegével, aztán meg eteti, az meg már az emlőshöz áll közelebb. Mm-hmm. Hát, hogy valójában vannak olyan madarak, amelyek hát hüllőszerűbbek, és vannak olyanok, amik meg már ehhez az utódgondozáshoz sodródtak közelebb. A kakukk esetleg egy ilyen elég szélsőséges. Hát nem arról van szó, hogy a lelkiismeretnek is vannak különböző szintjei az élőlények között? Nem, ez szerintem nem a lelkiismeret, de az analógiát értem. Hát arról van szó, hogy amit mi lelkiismeretnek nevezünk, az náluk az utódgondozásnak már ez egy bensőségesebb státusza. Tehát az nem a lelkiismeret, viszont a melegvérű állatoknak az utódgondozása az úgy viszonyul a hidegvérű állatoknak a tojásrakásához és otthagyásához, ahogyan az emberek világában a lelkiismeretes emberek működése viszonyul a lelkiismeretlen szociopatáknak a működéséhez. Tehát a viszonyulás analógiában áll a kettő egymással, de az ott nem a lelkiismeret, az ugyanúgy ösztönkésztetés, amikor ő gondozza az utódját, mint amikor ő ott hagyja a tojást a napon. Igen, de tehát én sem tudnám egy szóval leírni így, hogy ez lelkiismeret, de valami képpen e körét csoportosítanám, mert igen, ott van alul mondjuk az ösztön, az, hogy életben kell tartanom az utódaimat. Nevezd gondoskodásnak, de legyen gondoskodás. Az egy gondoskodási ösztön. Aztán mi, mint emberek már képesek vagyunk arra is, hogy ne pusztán életben tartsunk őket, hanem életünk végéig ott maradjanak az életünkben az utódaim. Na, az már probléma. Jó, de most érted, de nem azt mondom, hogy ott éljenek velünk, hanem hogy érted, hogy... Értem, hogy összejárjunk vasárnaponként. Igen, vagy mit tudom én, a gyereknevelésnél elsődleges szempontot kaphat jobb esetben, hogy boldog legyen az a gyerek, és akár pszichológiai úton is. Tehát, hogyha azt látod, hogy valami... Vagy az, hogy sikeresebb legyen. A boldogság az meg, tudod, kinek jár. Jó, az értem. Legyen boldog, tudod, az, aki naplopó. Jó. Ingyen élő, értem. Tudod, legyen sikeres, vigye sokra az életben, lehessek büszke rá. Értem, hogy viccelősz, csak... De nem viccelődöm, de tudod, az utódgondozásnak van egy lelkiismeretlenségi faktora is, értem, nem csak a lelkiismeretesség. De várjál, tovább megyek még egy lépés, nem lehet, hogy ennek a létrának van egy még felsőbb fokán az, amikor mi már képesek vagyunk tárgyakat, szimbólumokat imádni. És a fanatizmusnak az a szintje, amikor már nem is kell, hogy ott legyen ez az ösztönvilágból fakadó gondoskodás. Mi bele tudjuk vetíteni a lelket akármibe, hogy bele tudjuk vetíteni a lelket egy rongybabába, hogy aztán arról a rongybabáról úgy, vagy a rongybabához úgy kötődjünk, ahogyan egy másik emberhez kéne. Hát tulajdonképpen bennünk a kötődésnek ez a foka, amivel egy rongybabához tudunk kötődni. Ez azért van, hogy a gyerekünkről gondoskodni tudjunk, de hogyha nincs gyerekünk, úgy alakult, hogy egy rongybabánk van, akkor a rongybabán éljük ki azt, és belevetítjük a lelket, és a rongybabának nevet adunk, a rongybabának érzései lesznek, nekünk arról gondoskodnunk kell, mert kiélhetjük rajta, mert ez olyan bennünk, mint egy receptor, amit le tudunk kötni akármi mással. Tehát nem csak a képességünk alakult ki erre, de az igényünk is.
De ne állítsd be úgy, mintha Charlize nálam otthon egy kevesebbet érne, mint a te csajod, Robi. Jó, meghívtalak az otthonomba, és itt degradálod. Igen, de tudod, ez már az elfajzása valójában az emberi nemnek. Amikor már elvárjuk azt, hogy a te rongybabád az ugyanannyit érjen, mint az én, nem tudom én, húsvérnőm, mert milyen alapon mondom én azt, hogy az nem ér annyit. Én tulajdonképpen érzéketlen vagyok, nem vagyok tekintettel a te érzéseidre, és hagyom magam megtéveszteni attól, hogy az egy rongy. Ha ugyanezt a modellt, ebben a modellben kicseréljük a rongybabát egy kutyára, akkor már sokkal vékonyabb jégen járkálunk, pedig ugyanúgy egy elfajzás a kutyának nem egy kutya szeretetét adni, igen, hanem egy gyerekét. Na, és jó, de várjál, hogyha arról van szó, hogy az önvezető furcsa Tesla kitűssön el, akkor igen. Tehát, hogy igen, akkor nem egyenértékű, de tudod mit, hogyha abból a szempontból közelíted meg, hogy egy gyerek élete ír annyit, mint egy kutyáé, nyilván nem, és akkor most majd jön a PETA, értem, vagy hogy egy rongybaba élete ére annyit, a nézőknek mutatom a macskakörmöt, akkor igen, igazad van, de én megengedem azt, tudod, hogyha téged, mint individumot nézünk, aki pusztán kialakított egy kötődést, és most hagyjuk, hogy egy rongybabához, vagy egy kölyök kutyához, akkor én meghagyom neked annak a szabadságát, és nem érzem ezt egy ilyen... Lehet, hogy a szabadságát, a jogomat az érzéseimhez. Nem arra gondolok, hogy ne legyen jogod, de én képes vagyok azt, hogy, tehát pusztán annak a tényét, hogy te érzelmileg mennyire kötődsz a rongybabához, a kutyához, vagy a gyerekhez, elhinni. Világos, nem kell kigúnyolni azért, mert én annyira kötődöm egy rongybabához. Nyilván hát szerencsétlenebbül alakult a sorsom, hogy egy rongybabával kötöm le ezeket az belső érzelmi drive-jaimat, de hát nekem ez jutott, ez a rongybaba. Nem kell elvitatni a jogomat hozzá, nem kell kigúnyolni azért, mert szeretem, de hogyha választani kell, hogy melyik az értékesebb, pusztán az én érzéseim alapján a rongybaba iránt, hát nem minősüljön már élőnek, vagy nem minősüljön, ne versenyeztessük már a rongybabát egy élő emberrel, vagy akár egy élő kutyával. De ha kérdezem, neked a Kovács István rongybabájáról és kutyájáról kell döntened, akkor a kutyát fogod választani, de ha a Kovács Istvánnak kell dönteni, és tudod, ő kötődik a kutyához és a rongybabához is, és nem tud különbséget tenni, az már egy érző lénynek a sorsát teszi kockára valójában egy tárgyal szemben. Ez a kérdésem, hogy mit jelent az, hogy dönteni? Tehát, hogy az életéről döntesz, hogy melyiket csesz bele a kemencébe? Vagy ez te jelen mondtad, esetben, hogy kitüssön el az önvezető autó. Jó, abban az esetben igen, tehát hogy látom ezt az elrendezkedést, és sőt, hogyha neked van egy húsvérgyereked, egy rongybabád és egy kutyád is, akkor hogyha azt kell eldöntened, hogy kitűssön el az önvezető Tesla, akkor szerintem, tehát nyilván a rongybabát, nem? Igen, de szempontnak kell lennie, hogy ezeknek de az élőlényeknek... De a rongybaba ember úgy, mint a gyerekem, a kutya meg csak jó, egy kutya. Jó. Tehát azért, tudod, a Kovács István nem tudjuk, hogy fog gondolkodni, és nem te vagy ott, hogy eldöntsd. Ez egy annyira, tudod, ez szerintem ez az egész vita annyira triviális, itt nem lehet elfoglalni azt az álláspontot, hogy a kutya halljon meg a csak rongybaba helyet. Csak azt akarom mondani, hogy ilyenkor, tehát hogy én képes vagyok bárkinek elhinni azt, hogy amikor eldönti, hogy a rongybabát üsse el az önvezető Tesla, akkor az a szempont van a fejében, hogy a rongybaba szempontjából, az öntudatának, a nem létének a szempontjából ér ő a legkevesebbet. Azt én egyébként képes vagyok elhinni bárkinek, hogy egyformán szereti a gyerekét, a kutyáját és a rongybabáját is, és hogyha saját... Már szerintem rohadt nagy baj van. Tehát ott már rohadt nagy baj van. De képes vagyok elhinni. Mivel, hogy mi bármiféle aberrációt képesek vagyunk elhinni és tapasztalni, így aztán miért ne lehetne egy olyas valaki, aki egy rongybabához, miközben van egy saját gyereke, ugyanúgy kötődik. Szerintem nem akkor van aberráció, amikor ez van, hanem amikor nem veszed be szempontnak azt, amit az imént mondtam, hogy az öntudatukat... De szerinted nincsen probléma, ha ugyanúgy kötődik a rongybabához, mint a gyerekhez, a húsvér gyerekéhez? Hát ez függ nyilván a kapcsolatuktól. De tényleg tudsz modellezni a fejedben egy olyan körülményrendszert, amiben az élő húsvér gyerek az ugyanannyit ér, és jogosan ugyanannyit ér, mint egy rongybaba. El tudok képzelni olyan emberi életet, ahol ez megtörténik, és nem nevezem aberrációnak. Ez nagyon szomorú sorsa van annak a gyereknek viszont, aki csak nem annyira szeretnek, ezzel, mint az élettelen. Vagy nagyon jó sorsa ugyanakkor, nem, az ugyan, valaki, vagy nagyon jó sorsa van a rongybabának. Hát de valakinek egy rongybaba, az lehet, hogy a gyerekkori játéka, és azt jelképezi, hogy ő, tudod, ő az élet
élet folytonosságában a babán keresztül emlékszik meg arra, hogy kiktől származik, míg a gyereke az, aki ő beleszármazik. Lehet, a múlt meg a jövő. Jó, lehet, múlt meg a jövő, ez az álláspont védhetetlen, amit elfoglaltál. Akkor sem. Ez védhetetlen. Hát ez védhetetlen. Élő lény. Ez védhetetlen, és hogy, főleg, hogy azt mondod, hogy te szerinted egy lelkileg egészséges ember jogosan dönthet így. Nem mondta, hogy neki ugyanannyit. Nem aberrált, tehát egészséges. Ez nem aberráció, tehát egészséges, normális gondolkodás, hogy van egy rongyod, meg van egy gyereked, és te úgy vagy vele, hogy hát ha valamelyiket be kell dobnod a kemencébe, akkor pénzt dobsz föl, hogy melyik. Nem, hát, azt mondom, hogy akkor van aberráció, amikor a kemencébe dobásnál nem veszed figyelembe azt, hogyha bedobom a rongybabát a tűzbe, azzal csak magamnak ártok, ha viszont bedobom a gyereket a tűzbe, akkor magamnak és a gyereknek is ártok. De ha már ezt kell tekintetbe venni, már régen rossz, mert ez azt jelenti, hogy ugyanakkor a veszteség lenne neked a rongynak az elégetése, mint az élő húsvér gyerekedé. Én azt mondom, hogy el tudok képzelni ilyet, hát nem mondj már olyat, tehát figyelj, most a vallás... Hogy tudod elképzelni, mit követett el az a gyerek? A vallási fanatizmus miben különbözik ettől? Vagy a bálványimádat miben különbözik? Sosem mondanám a bálványimádásra, hogy az ne lenne aberráció. Jó. Hát soha. Hát már bocsáss meg. Jó, akkor talán a bálványimádat az rossz kifejezés volt, de mondjuk a vallási fanatizmus, és most nem olyan értelemben mondom ezt, hogy vallási fanatizmus, amikor A vallási fanatizmusnál már értem. A rongybabát cseréljük fel egy kettárgyal. Mondjuk a, nem tudom én, Szent István jobb kezével. Na, az egy eléggé kegytárgy. Na most Szent István jobb kezét versenyeztetjük egy élő húsvér gyerekkel, megint csak védhetetlen álláspont, hogy a Szent István jobb kezét tartsuk meg, és az élő húsvér gyereket megdobjuk a kemencébe. Nem azt mondom, hogy dobd be az élő gyereket a kéz ellenében, hanem hogy ilyenkor tudat alatt figyelembe veszed azt, hogy ha most a kezed dobom be, akkor tulajdonképpen így az embereknek kicsit rosszabb lesz, lehet egyébként, hogy több embernek is, mert hogy többen imádják ezt, vagy többen. Ez nem tudat alatti, ha már ennyire gondolkodsz rajta. Hát most én megmagyarázom, de érted, hogy alapvetően, amikor meg kell hoznod azt a döntést, hogy most mit csináljak, akkor nem hiszem, hogy neked másodlagos szempont lenne az, hogy most a gyerektől elveszem az életet, a kéztől, meg mit veszek el a rajongóit. Csak tudod, arra vagyok kíváncsi, hogy mit kell egy gyereknek elkövetnie ahhoz, hogy a rongynál ne érjen többet az élete. Mennyire kell rondának kell lennie, vagy fogyatékosnak? Mit követel az a gyerek, amivel ezt érdemli? Nem, szerintem nem is feltétlenül a gyerek hibája. Nem azt mondom, hogy ezek nem nehéz sorsok, és hogy nem nehéz nem. sors mondjuk akkor, hogyha neked volt olyan nehéz a gyerekkorod, hogy így kiállsz mondjuk nem egy rongybaba mellett. Ez egy pofon egyszerű dilemma, amit csak a lelki fogyatékosok vétenek el. Hát most ne haragudj, de úgy hangzol ezzel az állásponttal, mint amikor az emberek azt mondják, hogy hát igen, pszichológia mi az, engem is vertek, azt mégis normális lettem. Tehát, hogy most ezt én... Micsoda? Nem értem a... Micsoda? Hát, azt mondom, hogy a bites, nem lehet, de mi egy bites? Hát az, hogy a rongy, az, hogy a rongy, a lélektanát, de most hogy az egész. Mi a lélektana? Én értem, hogy neki az a rongy, az fontos, meg értékes a gyerekkorából, akárhogy is. A másik meg egy élő gyerek. Na most, hogyha ő ezt a kettőt, hova ő abban az élő gyerekben nem látja meg önmagát, az meg egy nagyon-nagyon számára értékes rongy. Minden rongyok közül a legértékesebb. Az a gyerek meg minden gyerek közül a legértéktelenebb. És még mindig dilemmázik azon, hogy melyiket dobja a kemencébe, ott nagyon nagy baj van. Nem dilemmázik, de nem azért nem dilemmázik rajta. Már mindegy. Hagyjuk. Túl sokat ültünk ezen. Azt akarom feltenni kérdésként, hogy mondjuk képzelj el itt az öröklődés kapcsán mondjuk egy almát, ami leesik a fáról, vagy valami, tudod, egy olyan termést, ami messzire száll. Végig tudod, hogy ő arról a fáról származik. Az ember esetén neked mi az, ami annak a gyümölcsnek a fa, amiről lehullott, tudod, az anyád, vagy a teljes fa szerkezet, nem véletlen ugye úgy ugyanarról neveztük el, ami a felmenőidnek a teljes összessége. Hát emberiség. Melyik? Hát sőt, nem pusztán az emberiség, hanem a teljes állatvilág. Uh-huh. Hiszen te... tehát minden egyes állat, minden egyes állat valaha egyetlen egy őstől származik. Egyetlen egy organizmus az ősapja valamennyi állatnak. Abból lettünk mind. Tehát tulajdonképpen a világon minden állat rokon a minden állatnak, ezen belül
szűkebb értelemben minden ember rokon a minden embernek. Ez is nagyjából ilyen egysejtű környékén eldölt, hogy melyik az, amelyikből állatok lesznek. Ugye, hogy ki fog itt energiával szaporodni, és ki fog fénnyel, vagy így táplálkozni. Hát ez egy hatalmas fa, aminek a törzsét úgy hívják, hogy állatvilág, és aminek az különböző nagyobb ágait úgy hívják, hogy mondjuk az egyik ágát úgy hívják, hogy gerincesek, akkor az arról lenő egy ág, arra azt mondjuk, hogy azok az emlősök, és akkor arról is lenő egy ág, és akkor arra már azt mondjuk, hogy emberiség, és akkor arról az ágról nőnek le újabb ágak, azokat úgy hívjuk, hogy azok a nemzetségek, egyéb törzsek, és akkor ezen törzseken belül a különböző családok vérvonalak, és akkor azok is szétágaznak, és a leges legvégén a legkisebb hajtás az az egyén. Na jó, és várja, miből nőtt ki ez a fa? Hát a földanyából, a természet anyából, a mindenek anyjából, és mifelé nő? A fényapa, az égapa, a szférák apa felé, az eszme apa felé, a megfoghatatlan. Úgy van, hogy a gyökerét azt a földenergiába, az ásványi energiába mélyezti, és kvázi az anyjából szívja ki az éltető tejet és erőt. Az ágait, azokat meg az apa felé, a fény felé, az éterikus energia felé növeszti, és a leveleivel annak a fényét fogja be, és alakítja át energiává, ásványi energiává. Hát tulajdonképpen a fa olyan, mint egy energia híd, mint egy energia vezeték. A fényenergiát ásványi energiává alakítja, és tulajdonképpen az két szférát összeköti. Ilyen értelemben az ég olyan, mint a lélek, ilyen értelemben a föld olyan, mint a test, és ilyen értelemben a fa, amelyik egy átvezető, egy híd a kettő között, az meg olyan, mint a szellem. De minden, tehát ennek a három rétegnek, hogy test, lélek, szellem, a hármas, az nem mindig ebben a relációban áll egymással. Mint hogy az ég, a föld és a fa? Aha, tehát nem. De szerintem igen. Nem, mondjuk nézzük meg a múlt, jelen, jövőt. Tehát ott nem az történik, hogy a múltat, ami a szellem, és a jövőt, ami a lélek, köti össze a test, ami a jelen? Tehát ott nem, más a reláció. Nem. Múltkor nem. Azt beszéltük, hogy... De én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a múlt, jelen, jövő hármasra a test, lélek, szellem hármasra illeszthető. Én erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve, hogy Hallgassátok vissza, a múltkor azt mondta, igen. És akkor most is azt kell mondanom, hogy igen, és mi van, hogyha most nem úgy érzem, hogy nem. Tartsak ki amellett, hiszen ezt egyszer már mondtam. Belőlem se pottyannak ilyen egyértelműen ez. Nem vagyok meggyőződve. Hát miért? A jövő az egyetlen, amiben hinni lehet, a múlt az egyetlen, amire emlékezni, amit tudni lehet, és a jelen az egyetlen, amit át lehet élni, amit meg lehet tapasztalni materiálisan. Hát, ha te mondod, én inkább a múltra mondanám azt, hogy az anyag, inkább a jövőre mondanám azt, hogy a lélek, és inkább a jelenre mondanám azt, hogy a szellem. Hol anyag? Mutasd meg. A múlt? Aha. Hát a múlt minden, ami megváltoztathatatlan, ami megkövült, ami már halott. Jó, de nem tapasztalható, nem tapasztalható érzékszervel. Nem, csak tehát, a jelen tapasztalható. Igen, mert csak a materiális, az a materiális. Nem, szerintem a szellem... Mert a tapasztalás lehet, hogy az a szellemi érdekes, éppen. Érdekes, de tudod, én azért mégiscsak, mivel hogy a múltból a jelen vezet át a jövőbe, ezért mégiscsak hajlamos vagyok úgy gondolni, hogy a jelen a szellem, mint átvezető. Jó, figyelj, egy kompromisszum szinten felvetek valamit, amiben talán mindketten hihetünk. Mi van akkor, hogyha a szellemnek, most a saját véleményemet mondom, ami a múlt, és jól mondom, igen. És a léleknek, ami a jövő, az összetalálkozásánál azon a ponton történt egy kisülés, ami egy illúziót hozott létre, és akkor viszont a jelen egy illúzió. Igen, de értelmezhető, ezt meg kifordítjuk, hogy a múlt és a jövő az illúzió, és csak a jelen a valóság, mert hisz a múlt nincs, már nincs. Ebből a háromból egy abstraktum, maximum kettő létezik, nem, de lehet, maximum hogy csak kettő, egy. De lehet, hogy csak egy. Vagy egy se. Szóval, hogy az van, hogy a múlt, ha jelen van, akkor a múlt és a jövő nincs. Ha a múlt és a jövő van, akkor meg a jelen nincs, hiszen amint kimondom, már a jövőben vagyok, és már is múltá képeztem. Hát arról van szó, hogy a múlt meg a jövő az egyetlen, aminek van kiterjedése,
Viszont nem bírod őket bebizonyítani, mert nem bírsz rámutatni, nem bírod mivel összehasonlítani, tehát nem bírod bebizonyítani a múltat, meg a jövőt, viszont a jelent azt be tudod bizonyítani, de mihez képest létezik az az egy pillanat, amiben éppen élsz? Nehéz ügy, mert valójában ez egy, nincs rá igazából helyes válasz, hanem megközelítés kérdése. Olyan, mint az az ábra, ahol az a balettáncos lány forog. És akkor a óramutató járásával egyezően forog, de ha úgy nézed, és nem tudom, hogy mit kell átkapcsolni az agyadban, hogy meglásd, az ellenkező irányba is láthatod forogni valójában, és az valamit rólad is elmond, hogy te automatikusan, mondjuk 10 esetből 6-szor, 8-szor merre látott forogni. Az valahol azt jelzi, hogy a te agyad mire áll rá könnyebben. De láthatod az ellenkező irányba forogni, ugyanez van a múlttal, meg a jelennel, meg a jövővel. Hát, hogyha úgy nézed, hogyha úgy kapod el a balettáncos lányt, akkor csak jövő van és csak múlt. Ha meg amúgy az esetek másik részében, akkor meg csak jelen van, és akkor a múlt és a jövő az, ami illúzió. Na, jelen meg valóság. Hát én azért talán inkább erre hajlok.